Nemrég nyitotta meg a fővárosban az Egyesült Államokból hazatérő Fekete Bernárd Barna a Pop Art galériáját, ahol a műveken keresztül nyerhetünk betekintést a világ hírességeinek és a tulajdonos Barnabás kalandos életének rejtelmeibe. Charles Fazino? I'm not, this is a different style. Okay. Seascape artist. Seascape. Ocean ships. A ma már csak Bernárdként ismert Fekete Barna 50 évvel ezelőtt hagyta el Magyarországot, és csinált karriert az Egyesült Államokban. Számos hírességgel került kapcsolatba ez idő alatt, a Guns N' Roses basszusgitárosa Duff McKagan egy ideig beosztottja is volt. Nemrég hazatért és galériát nyitott a Margit körúton, melyet a popás stílusnak szentel. Charles Fazino alkotásai kiemelt helyet foglalnak el ezen a helyen. Ez a Bering szoros, itt van Bering Sea, itt van Russia, itt ide van írva, és ez itt Alaszka, igen, ez a Bering szoros. Itt van például Ausztrália, itt van Moszkva, Egyiptom, rárakta a legszebb épületet, nincs majd a Budapest, na ezért majd leszúrom. Végig mentem az úgynevezett amerikai dream, az amerikai álmon, először mosogatás, taxizás, szárazfalépítés, minden apró, ahogy megy előre az ember, aztán sikeres lettem vállalkozásokból. És az utolsó 14 évenben egy nagyon neves Los Angeles-i szépművészeti atelier stúdiónak voltam az igazgatója, és napi szinten találkoztam, beszélgettem a művészekkel, akinek csináltunk kiadványokat. A legnevesebb közülük Charles Fazino úr, akinek itt van most 40 kiadvány, először Magyarországon, ilyen nem volt még idáig. A vásárlók inkább a 35 feletti műkedvelő korosztály tagjaiból kerülnek ki, akik igényes dekorációt szeretnének otthonukba vagy irodájukba. 99 darab készült az egész világon, és ez rendszerint a stúdiófőnökök, meg a olimpiai bizottságnak a tagjai kapják, meg szóval ez egy ilyen nagyon kevés galériában forgalmazzák ilyen, nem látom a magyar hajót, na ezért megint egy leszúrás kap. A pop-art stílus már létezett régebben is Magyarországon, de soha nem forradta ki magát olyan magas szinten, mint például New Yorkban 70-es években. A legtöbb művész, beleértve Mr. Charles Fazino, még annak idején a Roy Lichtenstein és Andy Warholral dolgozott együtt, és ugye ott nincs illúzió, használjuk a mindennapos tárgyakat vagy személyeket, ezek nem digitálisak. Ami azt jelenti, hogy minden egyes szín külön van nyomtatva. Igen, és minden egyes színhez kell egy film, ezt színre kell bontani, van egy színrebontó ember, ezt kézzel színre bontják. Van olyan alkotás, ami 60-70 szín, ami azt jelenti, hogy naponta egy vagy két szín tudsz nyomtatni ezeken a nagy szerigráfikus gépeken. Kézzel vannak kivágva, igen, a mester megcsinál egy vagy két alapot, és akkor az ő New Rochelle New York-i stúdiójában kiskezű hölgyek rakják össze, tehát nem a favágók rakják össze ezt a szép kis dolgokat. A világ legszebb épületei vannak rajta, a világ legnagyobb világvárosokban, és nincs csak itt a parlament, Swarovski kristály a tetején. Tudnilik, Swarovski kristályt használ díszítésként a művész. Én éppen New Yorkban voltam a stúdiójában 2021-ben, amikor mögöttem van az alagút meg a Lánchíd. És hát mondom, mert oda rajzolta a Dunát szegény. És akkor mondom, hogy Charles, hát ott évszázadok, ott kikötnek a hajók, a kereskedők. Ennek köszönhető, hogy a valósághoz hűen a rakpart is felkerült a műre. Őt árulják, Fazinót árulják 600 galériában a világon, 43 az ő úgynevezett engedélyes saját galériái, mint például Magyarországon csak a Bernárd galéria. Nekünk van csak engedélyünk arra, hogy őt egyenesen forgalmazunk, senki másnak nincs. Rengeteg celebrity vásárolja meg, gyűjti őket, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Tom Hanks. Nem csak Fazinóval áll kapcsolatban Bernárd. A Fazino, a Shag és a kirakatban van a Brito. Charles Fazino számos hírességgel dolgozik együtt. Dolgozik például az Elvis Presley alapítvánnyal és a Marilyn Monroe alapítvánnyal. Most volt a Fehérházról is csinált egy kiadványt, és két hete éppen a Bidennel ebédelt, mert ott prezentálta nekik ezt a Fehérház kiadványt.
De a Los Angeles-i Kolibriás stúdió készített ilyen alkotásokat Sir Anthony Hopkins és Bob Dylan számára is. A kiállítás megnyitásán itt volt Fazzino, de csak rövid időt tudott Budapesten tölteni, már ment is tovább. Nagyon szeretne visszajönni, és nagyon szorgalmazzuk azt, és már gondolkodik rajta, hogy csinál egy kiadványt Budapestről is.